Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak, hál' Istennek. Komolyan mondom, hogy úton útfélen megállítanak. Volt olyan vásárlónk, aki ugye visszanyitotta az ajtót, miután befejezte a vásárlást tegnap előtt, mert jaj, még csak azt akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönjük a szombatot, mert az én unokáim ugyan már nagyobb bacskák, nem nagyon hiszik a télapot, de szombaton, komolyan mondom, mindent elhittek. És tényleg nagyon-nagyon jó volt látni azt a rengeteg embert, aki itt együtt ünnepelt velünk. Ez volt a cél, hogy rengeteg gyereket tudjunk ide vonzani. Az én gondolatom az volt, hogy rengeteg kis angyalkával szeretném megnyitni ezt az egész vállalkozást, vagyis áttelepült vállalkozást, az új helyet. Igaz-e, hogy a nyitó napon egy 20 éve nem látott osztálytársad is felkeresett? Igen, igaz. Nagyon boldog voltam, amikor szombat reggel 7 órakor felhívott engem, hogy hallottuk, ma lesz a nyitóbuli. Ő is, mint meg annyi más ember, mindenki a rádión keresztül értesült erről az információról. Azt se tudtam, hogy ki van a telefon túl végén, nem is ismertem a számot. Mire elmondta, hogy hát ő az én volt osztálytársam, és nagyon szeretnének eljönni a nyitóbulira. Ám bár ők nem is Békés Csabaiak, elég messziről jöttek el, nagy utat tettek meg azért, hogy részt vehessenek ezen az ünnepségen. Felkészülés azért elég sok energiát vitt el, de ott nem állt még az élet, most azért nyakunkon a karácsony, hogy telik nálatok a készülődés. A készülődés az abszolút a Beigliről szól most. Túlnyomó részben természetesen vannak napi termeléseink is, amik azért kihagyhatatlanok és szükségeltetnek, de a beigli készítés az, ami most domináns nálunk. Rengeteg mákos és diós beiglit készítünk, mert ezek a vendégeink legnagyobb kedvencei. Jó, hát hogyha már így a beiglit készítésről esett szó, akkor nézzük meg, hogy hogyan készülnek nálatok a beiglik. Nézzük. Megújult teljes mértékben, sokkal tágasabb környezetben vagyunk, nagyon jó melegben vagyunk, hatalmas hűtőkamrával rendelkezünk, megújultak a gépeink, olyan gépeket szereztünk be, amik még eddig nem voltak, amik nagyon praktikusak és megkönnyítik a mindennapi életünket. Csupa márványasztalon dolgozunk, mint ahogy lehetett látni a háttérben. Az sem egy nagy hátrány, hogy az összes asztalunk márványból készült. És tényleg minden úgy van berendezve, hogy a legkorszerűbb. Épp a mákos és a diós beigli készül, mint ahogy látjátok, mi készítünk hozzá minden, tehát teljes természetes alapanyagokból. Forrázzuk a mákot, forrázzuk a diót, ezekből ilyen kis gombóckákat készítünk, aztán fóliák közt kinyújtjuk, és ezt, tehát nagyon fontos a precizitás, nagyon fontos, hogy mindegyik töltelék egyforma vastagságú legyen, egyforma nagyságú legyen, egyforma súlyú legyen, ez a legfontosabb. Tehát 50% töltelék, 50% tészta. Tészta, ez adja ki az igazi kézműves beiglit. Ilyenkor azért karácsonykor gondolom, elég sok megrendelésetek érkezik, de az idén is így van ez? Természetesen, rengeteg megrendelésünk fut be mindig, minden évben egyre több és több. Örülünk, hogyha győzzük. Pozsonyi tésztából készítjük a beiglinket, ami egy nagyon finom tejavaj alapú tészta, és természetesen, mint ahogy mondtam, természetes alapanyagú töltelékekkel. Tehát mi őrüljük a mákot, mi őrüljük a diót hozzá, frissen. Ettől lesz olyan finom. Kérdeztem azt, hogy a cukrászüzem is megújult. Mi az, amit kiemelnél esetleg a cukrászüzemmel, ami megkönnyíti az életeteket, eddig nem volt és nagyon szeretted volna? Hát, ami talán a leginkább megkönnyíti az életünket, ez a gyönyörű szép kemence, mint ahogy lehet itt a háttérben látni. Ez egy nagyon jó minőségű Reinhardt kemence, egy speciális cukrász kemence, ami hát egy 5 millió forintos tétel, de ez még eddig nem állt a rendelkezésünkre. Hagyományos villanysütőkben, tehát egyesével sütöttük eddig a piskótákat, még nem most, tízessével tudjuk egyszerre berakni.